Szervusztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai esténken. A Szólj be a papnak idei utolsó előtti eseményén vagyunk együtt itt Budapesten a Grundon. Az alkalom során három beszélgető partnerem lesz. Ehelyről is szeretnénk tolmácsolni jobbulás kívánásunkat Szlaukó Bobál Orsolyának, aki úgy volt ma reggelig, hogy itt lesz velünk, de a betegség közbeszólt, úgyhogy ő kéri kimentését. Mai napon azt a kérdést tettük föl, hogy az MI lesz-e az, vagy az AI lesz-e az, ami megmenti a világot. Ezt egyébként megkérdeztük őtőle is, vagy hát az eszköztől is. Majd megtudjuk, vagy megtudhatjuk, hogy esetleg neki erről mi a véleménye. Akikkel ezt a témát megpróbáljuk ma körbejárni, az jobbról, tőlem jobbra, először Böszörményi Nagy Gergely, aki önmagát vállalkozóként és közösségépítőként definiálta nekünk, a Brain Bar jövő fesztiválnak az alapítója. Kovács István Bendegúz, református teológus, aki a Külső-Kelenföldi Református Egyházközségben segédlelkészi szolgálatait végzi, valamint Bagyinszky Ágoston, ferences szerzetes, aki a Szapienciai Szerzetesi Főiskola oktatási rektor helyettese. Köszöntelek benneteket szeretettel. Az estéről két-három ökölszabályt szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy engem az elején két kérdés erejéig, vagy két-három kérdés erejéig kell hallgatni, utána az a cél, hogy ti kérdezzetek. Kérdezni lehet személyre szabottan is, vagy lehet az egész közösségtől kérdezni, akik itt ülnek kint, én úgyse fogok rá válaszolni. Amit szeretnék kérni, hogy lehetőség szerint röviden fejtsétek ki akár hozzászólásotokat, akár kérdéseteket, mert rajtunk kívül nem mindenki látja, hogy mögötte még hány kéz van fent a levegőben. Hagyjunk minél több kérdésre lehetőséget. Ha nagyon nem megy a rövid kérdés, akkor én előbb-utóbb bele fogok szólni, és meg fogom kérni az illetőt, hogy legyen kedves összefoglalni a mondandóját, mert még szeretnénk másoknak is teret adni. Amit kérek még, legyetek kedvesek megvárni a mikrofont, amíg odaér hozzátok. Ennek az a motivációs tényezője is megvan, hogy aki kérdez, az utána vendégünk egy italra, úgyhogy akitől a mikrofont megkapjátok, annak cserébe, ne a mikrofonba, mondjátok el, hogy mit szeretnétek. Köszönöm szépen, remélem menni fog, ha nem, majd akkor korrigálunk menet közben. Ahogy, ez rátok is igaz, de nem a mikrofonba kell elmondani. Ahogy készültünk erre az alkalomra külön-külön, próbáltunk, vagyis hát bennem is felvetődött néhány kérdés. Az első dolog, amit szeretnék tőletek megkérdezni. Ti hogyan definiáljátok a mesterséges intelligenciát? Hadd ne kelljen szólítanom. Szerintem egy csalás. Tehát nekem egy matematikai vízió az, ami beugrik, egy kis természettudományos háttérrel, fizika felől. Tehát egy nagyon sokdimenziós matematikai tér, amiben valahogy számokra leképezve ott van az, hogy hogyan használjuk a nyelvünket, hogyan használjuk a különböző nyelveinket, és ez valami módon egy-egy kérdésre válaszként tükröt tart nekünk. Jönnek vissza az oda irányított kérdéseink egy ilyen izgalmas formában, fénytörésben. Szerintem a mesterséges intelligencia az valahol a második Bábel tornya. Ez a Facebook eseményben is megfogalmazódott. Azért, mert ha arról gondolkodunk, hogy mi az, hogy intelligencia, akkor általában azt szoktuk ez alatt érteni, hogy bizonyos információkat hogyan tud valaki feldolgozni, és azt az életben alkalmazni.
Na most a mesterséges intelligencia szerintem attól mesterséges, hogy az már nem egy empirikus tapasztalaton alapul, hanem már emberek által megfogalmazott tapasztalatot szűkít le még inkább, tehát hogy ez egy több szűrőn átment valami, ami aztán meg nem is nagyon tud alkalmazni, mert hogy nincsen élete, amelyre alkalmazza. Tehát, hogy egy ilyen, nem is tudom, tehát egy kicsit egyszerre, ha önmagában értelmezem, akkor értelmezhetetlen. Gergő, ezt nem fogod ezzel az egy szóval megúszni, légy szíves, segíts nekünk egy picit. Ugye én azt mondtam, hogy csalás, és ezt a mesterséges intelligencia fogalmára értettem mindenek előtt. Abban szerintem minden a témával foglalkozó komoly, és nem valamilyen módon partikulárisan érdekelt ember, tehát most a fejlesztőket kivenném minden, meg a Microsoftot, minden a témával foglalkozó komoly és szerepéből fakadóan neutrális ember egyetért, hogy ez nem intelligencia. Nem tud az lenni, mert nem tudjuk, hogy mi az intelligencia. Elnevezhetünk valamit, amit létrehoztunk intelligenciának, de a saját intelligenciánkról se tudjuk, hogy micsoda. Nem én nem tudom, mert esetleg félművelt vagyok, hanem a világ vezető agykutatói nem tudják pontosan definiálni az intelligenciát, ami egyébként csodálatos. Érdemes olvasni az ő világukból publikációkat, könyveket, laikusok számára is elérhető nagyon kiváló könyvek vannak, és az egyértelmű, hogy az emberi agy és az intelligencia általánosságban több, mint számítási kapacitás. Vannak olyan tényezők, amik az intelligenciát egy varázslatos, rejtelmes dologgá teszik. Ilyen az ítélőképesség, ilyen az ízlés, az érzelmi intelligenciának a különböző dimenziói, és általánosságban ilyen a lélek. Ezeknek a dolgoknak a miben létét azt nem tudjuk pontosan leírni, nem tudjuk mérni, következésképpen tudatosan, szándékkal reprodukálni se tudjuk. Nem tudjuk modellezni, hiszen mi magunk sem értjük. Ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia mindenféle felületes állítással szemben nem az agy alapján készült. Az emberi agy nem olyan, és nem annyi, mint a nagy nyelvi modellek. Én már is vitatkoznék, mert amit ugye azt hangzott el, hogy a nyelvhasználaton keresztül tükröt tart nekünk, a mesterséges intelligencia pontosan azokat a dimenzióit nem használja a nyelvnek, ami az emberi nyelvet és az emberi kommunikációt különlegessé teszi. Ilyen a szintézis, szintaxis, ugye a kontextusban értelmezés. A ChatGPT abban jó, hogy kiszámítja annak a valószínűségét, hogy melyik szó után minek kell legnagyobb valószínűséggel kerülnie. Sokkal-sokkal többek vagyunk ennél. Tehát azt javaslom, hogy ne becsüljük felül a mesterséges intelligenciát, és ne becsüljük alul a saját agyunkat. Szabad ezt hozzátennem? Egy mondatot még, hogy tök jó, hogy ezt mondod, főleg úgy, hogy valójában, ha belegondolunk, az emberi életnek a valódi csodái, azok nem pont a valószínűtlenségekből adódnak, hogy valami valószínűtlen, de mégis megtörténik. Akár gondoljunk csak a nagy szerelmekre, vagy akár az Istennel való kapcsolatunkra, hogy valószínűtlen az, hogy az Isten utána nyúljon az embernek, aztán mégis úgy dönt, hogy megváltja az embereket. Tehát, hogy valahol pont ez az, ami hiányzik, az az emberi csodafaktor az egészből. Most mielőtt beszorulok egy ilyen luddita szerepbe, attól még, hogy nem intelligencia, meg hogy intelligenciának hívni csalás, egyébként a mesterséges intelligencia, ha már így hívjuk, nagyon érdekes dolog, izgalmas. Még azt se vitatom, hogy valamiképpen része lehet az evolúciónak. Csak szerintem megtévesztő dolog intelligenciának hívni. Azt, amit látunk az embernél, és egyre inkább értjük és látjuk az állatvilágban, sőt a növényvilágban is több helyen, a komplex, rejtelmes intelligencia, az egy másik minőség, és szerintem ne legyünk annyira önteltek, hogy azt mondjuk, hogy néhány évtized fejlesztés alatt mi ezt létrehoztuk számítógépek között.
Én ezzel egyetértek, hogy itt van egy csúsztatás. Egyébként a marketingeseknek a húzása véleményem szerint az, hogy ezt így mesterséges intelligenciának nevezzük. Azért a tükör metaforát olyan értelemben védeném, hogy a tükrök érdekes dolgokat tudnak. Tehát egy parabola felület, ahogy azt mit tudom én a hétköznapokban, vagy a televíziózásban sokszor használjuk, az olyan módon tudja fókuszálni a fényélményt, ahogy egyébként azzal nem találkozunk. Itt egy ilyen tükrös, egy ilyen trükkös tükörfelületről van szó az én álláspontom szerint. Köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszik ez a, bocsánat, hogy még visszaveszem az szót, nekem nagyon tetszik a tükör irány, de mondjuk ki akkor, hogy ez egy olyan tükör, amit betörtek, amúgy szerintem kifejezetten mocskos, és eleve nem egyenes, nem sík, hanem gyakorlatilag egy ilyen furán deformált felület. Tehát, hogyha ilyen tükörként szerintem hasznos rá gondolni, mert egy töredékes, fragmentált, zavaros képet mutat vissza rólunk. Ez stimmel. És aláírom, tehát a legizgalmasabb ebből például pont az úgynevezett recency bias, ami arról szól, hogy az internet ugye sokkal jobban emlékezik a közelmúlt eseményére, mert több adat keletkezett róluk. Ezért van az, hogy a ChatGPT szerint Gyurcsány Ferenc sokkal fontosabb politikus, mint Abraham Lincoln valaha volt. Ezért mondom, hívhatjuk tükörnek, de szerintem inkább egy ilyen beteg vidámparkba való ilyen áltükör, ha már valamilyen. De valójában, bocsánat, csak hadd szóljak már én is hozzá, hogy valójában ez talán akkor ilyen betört és mocskos tükör, hogyha azt várjuk el tőle, hogy egy ilyen tökéletes emberképet akarjon visszatükrözni. De hogyha azt nézzük, hogy nyilvánvalóan a közelmúltból interneten keresztül sokkal több információ áll rendelkezésre, mint a távoli múltból, akkor a mesterséges intelligencia arra egészen biztosan nagyon jól rá tud mutatni, hogy jelen állás szerint valahogy az, amit rólunk össze tud gyűjteni emberekről, és azt elénk adja, az érzékeljük, hogy azért az valahogy az általunk elképzelt legjobbtól is nagyon-nagyon távol áll, és ha másra nem, arra, más is használható, de arra egészen biztosan ez a példa, hogy rámutasson, hogy mi is tudjuk azt, hogy az embernek nem ilyennek kellene lennie, közben meg a hétköznapi tapasztalatok, vagy a hétköznapi tapasztalatokból, vagy amiket megosztunk itt, ott, meg publikációk, stb., onnan összeszedi az ismeretanyagát a mesterséges intelligencia, ott arra mutat rá, hogy nem olyanok vagyunk mi sem, mint amilyennek egyébként lennünk kellene, és ez már egy nagyon izgalmas teológiai kérdést is felvet utána, hogy akkor mi a bajunk nekünk, embereknek. Most nagyjából kukáztuk az összes gondolatot, amit én eredetileg elkezdtem volna. Amíg gondolkoztok az első kérdésen, és aztán utána your turn, az egy olyan tételmondatot hoznék ide elétek, amit Rab Árpád jövőkutatótól hallottam a múltkorában. Ő azt mondta, hogy a mesterséges intelligenciával, vagy amit most annak hívunk, az az egyik legnagyobb probléma, vagy legnagyobb kihívás, hogy nem lehet rámutatni az ősbűn pillanatára, vagy nem lesz egy olyan pillanat, amikortól már ez uralkodik, ami előtt meg nem ez uralkodott. És már egy pár évvel ezelőtt is Gergővel voltunk egy beszélgetésen, ahol ő erről beszélt, hogy én a magam kis civil életében nem gondolom azt, hogy hú, de marha nagy AI felhasználó lennék. Hiszen nem üzemeltetek fegyverrendszereket, nem üzemeltetek kórházakat, nem üzemeltetek még egy csomó mindent, ami az államigazgatásban vagy egy cég vezetésében jelen van. De ez a szutyok itt a karomon megmondja, hogy mennyi vizet ittam, és mennyit kéne még innom a mai nap folyamán. Elkezd számogatni, hogy mikor kéne elindulnom ahhoz, hogy az én vezetési szokásaimmal odaérjek a 9 órakor kezdődő találkozómra Debrecenbe. Akkor megvan az ősbűn, amikor feltetted azt az órát. Ez kétségtelen tény, de hogy ezeknek egy részére nem mondjuk azt, hogy rossz, mert amúgy... akkor átfogalmazom, kényelmes. És lehet ez az ősbűn? Akkor így kérdezem. Kényelem? Feltétlenül. Szerintem igen.
többiek. A kényelem egy olyan dolog, amivel... Talán a lustaságra vagy a restségre még kitágítanám ezt a fogalmat, és akkor szerintem helyben vagyunk. Mint hogy a GPS esetében is hasznos, vagy hasznosnak tűnik, kényelmes, nem tudom, észszerű, igen. És ellenébe megy azoknak a véletleneknek, amik az emberi életet egészséges keretek között definiálják? Igen. Csökkenti annak az esélyét a GPS, hogy jó értelemben eltévedek, mondjuk egy toszkán kisvárosban, és kikötök olyan helyeken, amiket nem ismertem és nem terveztem? Vagy felfedezek a városomban egy olyan könyvesboltot, amit nem is tudtam, hogy létezik, vagy találkozom egy régi osztálytársammal 23 év után? Csökkenti az esélyét az, hogy pontosan A-ból B-be menjek mindig? Igen. Tehát a GPS része az ős bűnnek? Nagyon is. Többiek? Hát nekem most az a érzésem van, hogy túl gyorsan felemelkedtünk a stratoszférába. Itt ilyen egészen hétköznapi kísérletezés nyomán én az élményeim felől közelednék mondjuk konkrétan a ChatGPT-hez, egy-egy ilyen chatbothoz. És van két-három olyan konkrét eset, amikor engem így a közelmúltban meglepett ez a rendszer. Tehát például mondjuk egy saját szöveget bemásolva beszélgettem vele, és kértem példát arra, hogy amiről a gondolatmenetem szól, ott adjon valami frappáns, szemléletes példát arra vonatkozólag, amit mondjuk órán utána, mint vérbeli pedagógus jól felhasználhatok. Kicsit segíts lehúzni minket a földre. Tehát igen, mondjuk te igen. Milyen tanításban, téma, melyik 250 oldaladat tetted bele? Igen, most a stratoszférából ereszkedünk, tehát ez kis időt vesz igénybe, hogy középtájon. Tehát egész konkrétan mondjuk a saját gondolatmenetemnek valahol ott az asszociációs perem vidékén, ő ad egy példát arra, hogy akkor ezt mondjuk ez és ez a kép szemlélteti. Vagy csak hogy még egy ilyen meglepetést említsek. Tehát abban például egy ilyen chatbot nagyon ügyes, hogy a saját szövegemnek a mondani valóját a lead-szerűen összefoglalja, ahogy az ugye az újságírásban minden szöveg elején ott van. És akkor ezután provokálja az embert, aki írta azt a szöveget. Föl lehet tenni neki azt a kérdést, hogy adjon kérdéseket általam írottakhoz. Ugye én most akkor így a pedagógus felől közelítek a sztorihoz, és azt nagyon izgalmasnak találom, hogy hogyan lehet ezt kreatív eszközként beépíteni a saját mindennapjaimba. Én azt nem értem, hogy miért van szükség arra, hogy az ember a saját szövegéről, vagy bárki más szövegéről egy internetes portállal beszélgessen egy érdekes barát vagy ismerős helyett, aki esetleg visszajelzést tud adni. Tehát, hogy a ChatGPT vagy bármelyik ilyen népszerű szoftver, szerintem azért végtelenül unalmas kreatív partner, vagy szemléltető eszköz, vagy tartalomgyár, mert nincsen mögötte küzdés. Amikor elsétálok egy kiállításra, vagy egy múzeumba, és látok valamit a falon, akkor megoszlik az emberek véleménye arról, hogy az megéri a 120 millió dollárt, meg ez tényleg olyan értéke, még egy kortárs műalkotás. De még egy kortárs műalkotásnál is egyértelmű, pláne a Sixtusi Kápolnánál, ami mögött elképesztő mennyiségű gyakorlás és mesterségbeli tudás volt, és egy életmunkája, hogy ott az alkotónak a személyes küzdelmei, erőfeszítései, senki által vissza nem adható idő, gyakorlás, mesterek generációi, család, személyes utazások, vándorutak, kiábrándulások, szerelmek, és mi egyéb, tömkelege van. Úgy jutott el az alkotó oda, hogy az a műalkotás, legyen egy épület, egy politikai beszéd, egy festmény, vagy egy tudományos publikáció, megtörtént. Amögött
erőfeszítés, vér, veríték, személyes út van, és ettől érdekes. Nem is biztos, hogy maga az alkotás érdekes, hanem az, hogy hogy jutottál valaki oda. Ez egy jó sikerült számológépben nincsen meg. Nem tudom becsülni ezért. Ez az egyik probléma. És a másik probléma az az, hogy milyen útnak az elejére lépünk rá azzal, hogyha kreatív típusú feladatot, munkát, legyen szó kreatív visszacsatolásra, amiről beszéltünk, azt kiszervezünk egy gépnek. Tehát ugye szóba kerültek a nyelvek. Érdemes a nyelv keletkezéséről sokat olvasni, mert az egyik legizgalmasabb dolog. Az elég egyértelműnek tűnik, hogy a Homo sapiens kiemelkedésében a nyelv kialakulásának döntő szerepe volt, és az, hogy mit tesz minket emberré, abban meghatározó szerepe van a nyelvnek. És a nyelv nem csak kommunikációs eszköz, hanem ugye struktúrája meg húzalozza az agyunkat, tehát mondhatjuk azt, hogy az agyunknak egyfajta szoftvere. Most pont a nyelvi munkát kiszervezni, ez gyakorlatilag, tehát a cukros üdítőkhöz meg a chips evéshez hasonlatos tevékenység, tehát semmilyen pozitív szaladója nincs, csak negatív következménye van, mert ez az intellektuális, kognitív képességeink elsatnyulásához vezet. Tehát nem az a gondom, hogy nem jó pofa, vagy nem lehet jól szórakozni vele, az a gondom, hogy leépíti azokat a különös sajátos emberi tulajdonságainkat, amik minket megkülönböztetnek. Én, hogyha egyetemi oktató lennék, akkor nem az oktatói mi voltom miatt bosszantana az, hogy a hallgatók ChatGPT-vel írnak szövegeket, mert engem nem érdekel. Ez nekik rossz. Nekik rossz. Mert azt az agyi tréninget, ami a mondatok egymás után rakását, a mondatok szerkesztését, és a nyelvi képességek fejlesztését magába foglalja, arról lemondanak. Butábbak lesznek tőle. Butábbak lesznek tőle. Ez a gond vele. Nem az, hogy átverik a tanárt. Nekik maguknak rossz. És szerintem innen is érdemes nézni, tehát kifejezetten haszonelvűség szempontjából is érdemes nézni az erkölcsi és filozófiai dimenziók mellett, hogy neked jó-e, ha beszélgető társnak, lektornak, meg inspirációforrásnak egy doboz ürességet használsz. Mert a ChatGPT mögött nincsen semmi. Üres. Azok a szövegek valószínűségszámítás alapján rendben vannak, de üresek. Nincsen mögöttük lélek. És szerintem ez egy probléma. És ne csak technikai irányba vizsgáljuk az mesterséges intelligenciát, hanem tegyük fel az alapkérdéseket, van-e mögötte lélek. És ha nincs mögött lélek, akkor kevesebbet ér, mint hogyha ugyanazt egy, lehet, hogy kevésbé szofisztikáltan fogalmazó régi baráttal beszélne meg, vagy egy totál ismeretlen emberrel a saját törzshelyemen a kocsmába. Az volt a kérdés, hogy mi az ősbűn? Oké. Nem teológiai értelemben. Pedig tudtam volna, most jött volna az én asztalom, hogy... Szóval én azt gondolom, hogy ha nem is teológiai értelemben, de ha bűnről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy én azt mindig számomra fontos, hogy ezt viszony fogalomként értelmezem. És azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is az ősbűnt azt viszony fogalomként kell értelmeznünk. Azért, mert onnantól lesz ez egy bűnös dolog, teológiai értelemben is, hogyha a viszonyunk átformálódik egy egészséges keretek között megvalósuló viszonyból. Mit jelent ez, mert eddig semmit nem mondtam. Egy gyors kérdésem van előtte, hogy meg is tornáztassuk magunkat. Egy gyors felmérés jó, hogy ki az, aki itt hitvalló keresztények mondja magát? Kezeket fel. Nem kell szégyenlő. Oké, csak azért kérdezem, hogy milyen szóhasználatot használjak. Azt gondolom, hogy onnantól kezdve bűn a mesterséges intelligencia, hogyha azt valamilyen módon az ilyen istenpótléknak használunk. Tehát amikor elmondtam otthon édesanyáméknak, hogy
hogy jövök egy ilyen beszélgetést, akkor édesanyám egyből elkezdte egy tapasztalatát mondani, egy élményét, hogy ő múltkor olvasta, látta, hallotta, valahonnan a tudására jutott, hogy állítólag néhány év múlva eljutunk oda, hogy az embernek tényleg örök élete lesz. Én mondta neki, hogy hát, én már tudok egy régebbi receptet, és ezen gondolkodtam el, hogy mitől várjuk például az örök életet, vagy mitől várjuk azt, hogy biztonságban tudjuk az életünket, attól, hogy beírjuk a ChatGPT-be, hogy én nekem most kell egy információ, és egyből tudom, hogy beírom, hogy mi a, nem tudom, a rák ellenszer, és akkor vagy ad rá választ, vagy nem ad rá választ. Vagy minden kérdésemre hirtelen ott van az a tudás vágyból megjelenő ilyen információ éjség, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt, hogy akkor egyből megkaphatok mindent, akkor ez a helyes. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem. Én azt gondolom, hogy amikor ebbe megy át, és ezért mondtam, hogy a Bábel tornya épül, amikor isteníteni kezdjük a ChatGPT-t, meg a mesterséges intelligenciának mindenféle módját, akkor ez a probléma, hogyha az Isten helyét kezdi el elfoglalni. Mert hogy előbb beszéltünk róla, érzékeljük azt, hogy pont a mesterséges intelligencián keresztül érzékelhetjük azt, hogy van valami gond. De mi ez a gond? Miért tehát hogy... Na, azt hiszem valami ilyesmit akartam mondani, hogy a viszonyunk hozzá nem mindegy. És onnantól kezdve, hogyha ezt meg tudjuk hagyni egy eszköznek, amire nem az életünket akarjuk alapozni, hanem tényleg, ami segíteni tud minket, és majd lehet, hogy lesz kérdés az, hogy hogyan tud minket segíteni, ami segíteni tud minket, de bizonyos keretek között meghagyjuk, akkor ez lehet egy jó eszköz. De ne várjunk tőle olyan dolgokat, amik ilyen isteni attribútumok vagy tulajdonság. A ChatGPT-től meg a különböző mesterséges intelligenciáció az nem fog megváltani minket. A kérdésre ez a válaszom, hogy nem. Azok a dolgok, amik ugye az emberi természetnek a gyenge pontjaira appellálnak, például a lustaságra, azok nem tudnak megmaradni puszta eszközként, mert függelmi viszony alakul ki, függőségi viszony alakul ki. Ez látszik az összes olyan technológia kapcsán a múltból, ami valamilyen módon a lustaságunkra appellált, tehát kiváltott valamilyen egyébként fontos az ember tartása szempontjából, kultúrája szempontjából lényeges tevékenységet, azok sosem maradtak meg eszközi mi voltukban, hanem általában valamilyen függőség eredői lettek. És pontosan tudjuk azt, hogy ez a történet most a jelenben játszódik az algoritmusokon keresztül. Tehát azt, hogy mi használjuk-e az okostelefont, vagy az használ minket, ezt ma már naivitás feltenni ezt a kérdést, mert teljesen egyértelmű. Ugye mi vagyunk a termék, ez ma már közhely, nem? Mi, mint adatforrások vagyunk az alanyai annak, ahogyan a technológiai cégek kereskednek velünk. Amikor valaki eteti a mesterséges intelligenciát, akkor ő ingyen munkát végez a világ legnagyobb technológiai vállalatainak. Tehát az, hogy majd mi ezt okosan használjuk, szerintem ez egy, bocsánat, hogy ezt mondom, ez egy gyermek ilyen naív elképzelés, ez nem tud így lenni. Tehát mindenképpen megeszi a mindennapjainkat egy ilyen technológia. Akkor ezzel azt is mondod, hogy vagy használjunk, vagy egyáltalán ne használjunk mesterséges intelligenciát, de akkor honnantól kezdve tudjunk egyáltalán nem használni mesterséges intelligenciát? Én azt állítom, hogy az élet meghatározó tereiben, fontos tereiben, ideértve az oktatást is, de erről jól gondolom fogunk majd még esetleg beszélni, szerintem nem szabad használni. Jópofaságból, trendiségből biztos, hogy nem szabad beengedni, és szerintem 8-szor meg kell fontolni, hogy munkában is mire igen és mire nem. Az az állításom, hogy a legbiztosabb az az, hogyha ezekben a terekben nem használjuk. Én majdnem egyet értek. Azon a ponton viszont árnyalnám, hogy azokon a területeken, amiről az embernek amúgy is van egy bizonyos tudása, tájékozódó képessége, azokon a területeken el tudja helyezni azt, amit a ChatGPT visszadob, és inspiráló lehet ebbe belenézni ebbe a tükörbe. Izgalmas módon én, tehát nem ilyen binárisan gondolkodnék, hogy bálványozzuk vagy sem,
elindultatok ti is ebbe az irányba. Én azt a kérdést tenném föl, így az együttgondolkodás számára is, hogy milyen tekintélyt adunk ennek a chatbotnak. Mert nyilvánvalóan egy olyan területen, ahol én teljesen tájékozatlan vagyok, és tőle várom a megoldást, ott erősebb a Wikipédia, aminek egyébként megint csak nincsen egyetlen felelősségvállalásra képes szerzője. Ott a jelen dolgok jelen állása szerint nem kérdés, hogy a ChatGPT gyengén vizsgázik, de egy olyan területen, ahol én amúgy egy kicsit tudok tájékozódni, kellőképpen tudok tájékozódni, jó kérdést teszek föl neki, ott nagyon izgalmas, hogy mit dob vissza abból, amit ezzel kapcsolatban mások összehordtak. Én máshogy választanám el egymástól azt a két területet, hogy hol érdemes, meg hol nem. Én azt mondanám, hogy ahol kizárólag technikai funkcióról beszélünk, vegyük például a gyógyszerkutatást. A gyógyszerkutatásban nagyon meghatározó jelentősége lesz valószínűleg a mesterséges intelligenciának. Ott nagyon nagy mennyiségű számítást, gyors, komplex számítást gyorsan elvégezni, ezáltal hamarabb eredményre jutni. Ez egy olyan történet, ami nem árt sem egyéni, sem kollektív szinten az intelligenciánknak. Nem árt az adaptív képességünknek, nem árt azoknak a képességeknek, ami minket emberi tesz. Cserébe közös haszna van. Tehát például egy gyógyszerkutatási területen el tudom képzelni, szövegalkotási területen, szellemi, filozófiai területen, a közös tudás előállítása, mert most értékekről szóló tudás előállítása, kanonizáció szempontjából ott nem adnék neki. Ez lehet egy cég is, tehát egy cég stratégiai gondolkodás, vagy egy oktatási helyzet, ott nem adnék neki szerepet, mert azt a munkát, ha jót akarunk magunknak, akkor magunknak kell elvégezni. Én azt gondolom, hogy a viszonyunkat hozzá, csak hogy visszautaljak, az olyan értelemben meg tudjuk határozni. Az előbb volt egy ilyen nagyon elvágólagos véleménynyilvánítás. A viszonyunkat meg tudjuk hozzá határozni. És szerintem ezt lehet okosan használni, úgy, hogyha van a helyében valami. Tehát, hogy ezeknek ugye mindig az a, de nem csak a mesterséges intelligenciának, hanem a legtöbb ilyen addiktív dolognak az a működése, hogy tulajdonképpen abba az űrbe akarja belehelyezni magát, így kikönyökölni azokat azt a lyukat bennünk, azt az ürességet, ami az Istentől való elszakadásunknak a következménye. Tehát azt az úgynevezett isteni űrt, szerintem. És hogyha megvan az életünkben az a tekintély, és az az Úristen, aki tényleg be tudja tölteni ezt az üreset, akkor ezt tudunk egészségesen viszonyulni, bár azt is értem, hogy egy másik oldalról közelítetted meg ezt a kérdést, tehát hogy az hogyan működik meg ennek az üzleti oldaláról. Utolsó kérdésem, kettős. Elkezdtétek itt karcolgatni azt a vonalat, és most egyelőre még maradjunk egy picit a karcolgatásnál, tehát hogy nem biztos, hogy most teljes filozófiai mélységében fejtsük meg ezeket a dolgokat. Hogyan definiálnátok ennek az eszköznek a helyét egyfelől az oktatásban? Az a lehetetlen rossz, amit soha nem szabad beengedni, és akkor már kérdezgettem ilyet, hogy ez az eszköz 3 másodperc alatt, vagy 5 perc alatt meg tudja mondani a világ összes tudását, ami fent van az interneten, és ezt hangsúlyozom, hogy ami fent van az interneten, elvileg, legalábbis ezt állítják róla. Én nem feltétlenül ismerek olyan embert, aki ezt az anyagot fel tudná dolgozni, akár saját élete során is. Azt segítsetek nekem megfogalmazni, vagy a kérdésem arra irányul, hogy mi az, amitől ez mégiscsak több lesz, akár az oktatásban, akár a művészetben, amit egy ember alkot, és még egészen tovább, amikor egy prédikációt vagy szentbeszédet írtok, és ezt most csak azért is megkérdezem. Tehát most érveljünk amellett, amit előbb eldöntöttünk, hogy nem jó? Jól értem? Ne amellett érveljetek, segíts nekem megmagyarázni, hogy miért vagy jobb te. Oké. Vagy szerintem, én azt hiszem, hogy elmondtam, hogy szerintem mi a különbség egy ember által létrehozott alkotásban, meg egy gép által létrehozottban, úgyhogy ezt most nem ismételném meg. Tehát szerintem a küzdelem
a kulcsfogalom. Az egyik mögött van személyes küzdelem és személyes út, a másik mögött nincs. A küzdelem adja meg az értékét egy alkotásnak, küzdelem nélkül az nem értékes. Esztétikus lehet attól. Annyiban hadd vágjak bele, hogy tanítani már próbáltam. Prédikációt még sose kellett írnom, vagy szentbeszédet. Ebben van valami különbség szerintetek? És a múltkor egy beszélgetést hallgatva nagyon komoly vita alakult ki arról, hogy az AI képes lesz-e valaha művészeti alkotást létrehozni, vagy sem. És tekinthető az művészeti alkotásnak, hogy cápa támadás a Balatonban, és fröcsög a vér, és nem tudom micsoda. Én a prédikáció szára reagálnék annyiban, hogy érdekes műfaj. Tehát egy prédikáció akkor szólal meg, hogyha én minél meggyőzőbben, hitelesebben rezonálok azzal, amit mondok. És ilyen módon, tehát nem csak a chat GPT nem tud számomra jól használható prédikációt felskiccelni, hanem én úgy egyszer-egyszer, amikor ugye időszűkébe voltam, próbálkoztam a kedvenc prédikátoraim, a paptestvéreknek a homiliáival, ami úgy írásban is megvan, és ez sem egy. Tehát én másik embernek az ilyen műfajban adott tanúságtételét, mondani valóját, azt nem tudom a sajátomként megszólaltatni. A legritkább esetben lehet ehhez közel kerülni, és erről beszélgettem így kollégákkal, és ez egy közös tapasztalat. A ChatGPT pedig ehhez képest úgy összeturmixolja azt, amit talál, és akkor kapok ott valamit, ami egyszer-kétszer egyébként teszteltem, de nyilvánvalóan teljesen használhatatlan. Kedvem se jött meg ahhoz, hogy azt próbáljam használni. Szerint én is a prédikáció írás oldaláról közelíteném meg ezt a kérdést, bár itt röviden arra is utalnék, hogy ez a művészet kérdés most elindította a gondolkodásomat is, és azt, tehát hogy ez azért nehéz kérdés, mert az, hogy mi az, hogy művészet, azt is elég nehéz megfogalmazni szerintem, kicsit olyan talán, mint az intelligencia, tehát hogy igazából minden is a művészet, meg akkor már semmi sem. Tehát hogy új alkotására nem hiszem, hogy képes, de közben meg mi az új, tehát hogy sok mindennek a összessége, vagy bizonyos részelemek kiemeléséből való újfajta forma az is újdonságnak számít, de közben mégse. Ez filozofikus kérdés, ez amire kérted, hogy nem menjünk bele, úgyhogy nem megyek bele, de egy nagyon izgalmas kérdés. Prédikáció. Én sokat foglalkoztam homiletikával, mai napig foglalkozom vele, az az ige hirdetés tudománya. Ennek két ágát, vagy a kérdésnek két vonatkozása van. Az egyik vonatkozása az, amit most csak egy mondatban megemlítek, de nem fog vele foglalkozni, mert szerintem értelmetlen, az, hogy az a vonatkozás, hogy kicsit el lehet-e mondani más valakinek a prédikációját a saját prédikációtként. Az egyház történet során ezerszer följött ez a kérdés, hogy el lehet mondani, nem lehet elmondani, mégis lehet, de írásba, de ugyanaz, de nem ugyanazt. Mások által megírde, te mondod el, ebbe nem menjünk bele, eddig se tudtak rájönni, mindenkinek szerintem az egyéni kegyessége, meg lelki alkata, hogy most elmondja-e másét vagy sem, a gyülekezet meg honnan fogja megtudni, hogy az másé vagy sem. Ami viszont egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, és ez talán egy kicsit válasz is a kérdésre, hogy mitől lesz egy prédikáció Istennek a megszólító szava, mert ez itt a kérdés. Tehát az, hogy tud-e írni a ChatGPT, vagy bármilyen mesterséges intelligencia beszédeket, persze, hogy tud. Egyébként egész jó beszédeket tud írni, mert össze tudja ollózni azokat, a valószínűség alapján azokat a mondatokat, amelyek úgy jól hangoznak, nyilván meg tud írni egy jó beszédet. De egy jó beszéd az nem lesz igehirdetés, az nem lesz prédikáció. Az a különbség, hogy az ige hirdetésben megszólal az Istennek a szava, és ez két dolog kell. Egyrészt az Istennek az igéje, tehát a Biblia, másrésztről meg a Szentléleknek a munkája. Na most Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy aki titeket hallgat, az engem hallgat. Az ige hirdetés az emberekre lett bízva. Az, hogy én megélek, de ez... És nem csak prédikációra beszélünk itt, hanem a személyes bizonyság tételről, akár amit, azt nem kérdeztem, nem fog még egy ilyen közvéleménykutatást tartani, hogy ki az, aki lelkész, vagy nem lelkész, vagy pap, vagy stb. Tehát, hogyha egymás közt odamész egy nem hívő barátodhoz, és azt mondod, hogy
feljön egy téma, hogy te mit értél meg az Istennel kapcsolatban, és el tudod mondani az evangéliumot, az is ige hirdetés. És ez attól függ, hogy te mit értél meg az Istennel kapcsolatban, hogy a te személyes tapasztalatod micsoda az Istennel kapcsolatban, és itt visszautalok arra, amit Gergő mondta az ellen, hogy mi az az, hogy a, tulajdonképpen ugye ilyen, azt is mondhatjuk, hogy az út a lényeg, nem a cél. Tehát, hogy mi az, amit te megéltél az Isten kapcsolatban, a te tapasztalatod mi vele kapcsolatban, és hogy azon keresztül az Isten azt ígért, hogy munkálkodni fog, hogyha te kéred az ő segítségét. Egy beszéd, egy robot beszéd erre, vagy nem is tudom mi ez szövege, erre nem alkalmas. És ezt nem úgy mondom, hogy én most megmondom a tutit, hanem én hiszem azt, hogy az Isten ezt az igehirdetést, azt, hogy az ő evangéliumát, vagy örömhírét el tudjuk mondani másoknak, ezt nekünk adta, nem a robotoknak, és még csak nem is a nem tudom én, az állatoknak, vagy, és durvát mondok, jó, még csak nem is a fizikai dolgoknak, mint egy könyv. Mert a Biblia nem attól Isten szava, hogy az betű szerint olyan, bár nagyon fontos egyébként, hogy hisszük és valljuk, hogy ami abban van, az igaz, hanem attól lesz az Isten szava, hogy azt az Isten megeleveníti, tehát amikor olvasod, akkor elkezd benned dolgozni az Isten, és az majd megformálódik valamilyen cselekedetté az életedben, legyen az egy bizonyságtétel szóban, vagy akármilyen jó cselekedet, vagy ilyesmi. Ez egy kész prédikáció volt szerintem. Nem akarom lehozni ebből a magasságból a beszélgetést, csak muszáj belekötnöm a házigazdába is egy kicsit, tehát már a kérdés felvetése stimmelt, akkor azt mondtad, hogy csak a mesterség és intelligencia képes összefoglalni a világ összes tudását. Egy. Nem képes rá. Erről beszéltem. Nem képes rá, mert van egy rész, nagyon sokféle elfogultsága van, tényleg csak egyet emelek ki, mert ez a kedvencem, ez a recency bias. Tehát azok a könyvek, hol vannak a mesterséges intelligenciában, amiket a török köztársaság kikiáltásakor elégettek például? Vagy amik nincsenek meg, mert bennéktek a felgyújtott apátságban. Hogy tudná a mesterséges intelligencia összedni a világ eddig összes tudását? Nem tudja összedni. Mert nagyon egyenetlen, töredezett módon maradt fent, még a legutóbbi, még a legújabb kori történelem tudása is, nemhogy még a megelőző koroké, amikről tudjuk, hogy nagyon sok esetben minimum meghaladták a mai tudásunkat. Egy. Kettő. Az információ nem tudás, és a tudás nem bölcsesség. Az, hogy kapsz egy szöveget, az nem tudás. Az, hogy te rákerestél, ez nem tudás, ez egy félreértés. Ez a posztmodern, ilyen technofetisista oktatási rezsimnek a végtelenül káros mániája. Ne tanítsunk lexikális dolgokat, hiszen egy Google kereséssel 2 másodpercet megtalálsz. Az nem tudás, amit 2 másodperc alatt szerzel meg, az információ. És még a tudás sem bölcsesség. Hogyan keletkezik a tudás? Úgy, hogy időt fordítasz rá. Fogadjuk el, hogy a világon sok fontos dolgot nem lehet felgyorsítani, mert idő kell hozzá. Hiába gondozol egy fát, elültetted, ameddig te aláállhatsz, 15 év. És ez rendben van így. Ez rendben van így. Ez ettől szép, hogy neked meg kell várni, és minden évben foglalkozni kell azzal a fával, hogy 15 év múlva aláállhassa. Sőt, van olyan fa, aminek 40 év után tudsz csak aláállni. Mert olyan rohadt lassan nő, és értékesebb is az a fa. Meg kell kérdezni az erdészt, el fogja mondani. Tehát az, hogy kapsz egy zanzát, egy általad abszolút nem ellenőrizhető elfogultságok nyomán kialakuló algoritmizált módon, az nem tudás, és végképp nem a te tudásod. Kérdések. Tömkelegét. Gyors, aki a szerencse, itt velem szemben. Egy mikrofont juttassunk a hölgynek itt pont velem szemben. Sziasztok, köszönöm. Én nem nagyon használom a ChatGPT-t, igazából legfeljebb fordításra, hogyha valahol elakadok. Viszont az előző témánál maradva, valamelyikötök próbálta-e, hogy mi történne akkor, hogyha megkérnétek a ChatGPT-t, hogy akár egy evangéliumot, akár egy tanítást írjon bele a Bibliába, és ha nem próbáltátok, akkor mit gondoltok, hogy mi lenne az, amit ő hozzá tudna ehhez tenni, vagy amit ő, nem ő, de az gondolna, hogy még oda való, azt hiszem, így tudom megfogalmazni a kérdésre, mert hogy világos. Mármint, hogy a Bibliához írjon hozzá? Igen, tehát, hogy akár egy evangéliumot, tehát a ChatGPT evangéliumát akár, de hogy vagy egy tanítást, vagy bármi ilyesmit, ahogy próbáltátok ezt, hogy igen.
Szerintem a Biblia jó van az úgy. Köszönöm. Jó, ez egy kényelmes válasz, de próbálta, de... Nem. Nem, de prédikációt már irattam vele, egyszer megpróbáltam. Az egy nagyon izgalmas volt. Nem tudom, hogy ti tudtok-e mondani ezzel kapcsolatban valamit, de addig én tudok beszélni, lelkész vagyok. Szóval megpróbáltam, és az az érdekesség, hogy még az igehelyet is megadtam, neki szerintem valami János 3.16 volt. Úgy szeret Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őben, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Csak hogy az evangélium is ilyen formán elhangozzon ma. Szóval megpróbáltam, és az volt az érdekes, hogy az összes ilyen keret dolgot, amik a fogalmazása, hogyan megszólítjuk a gyülekezetet, stb., az tökéletesen hozta. Tehát, hogy tényleg úgy az, ha elolvastad, akkor az volt az érzésed, hogy ezt egyébként úgy el tudod képzelni templomba. Szóval úgy beleillik a keretbe. De egy valami probléma volt, igazából nem volt teológiai mélysége. Tehát, hogy egész végén a szeretet, szeressük egymást, a fontos, hogy egymást megbecsük, amik igazak, de úgy annak pont az a mélysége, ami az Istennel való élés tapasztalatából ered, vagy a hétköznapi élet tapasztalatából ered, amit Gergő is előbb kifejtett, legalábbis azt gondolom, hogy valami ilyesmiről volt szó, hogy az idő, amíg megérik egy gondolat, az nem volt benne. A valós mélység, a valós érték nem volt benne, csak a forma, a keret egy gyorsan kapott. Pont ez adja a ChatGPT piacát, mert egy felületes világban élünk, ezért a mélység nélküli felületes tartalomnak egyébként van helye a világban. Azokban a terekben, ahol a mélységnek különös szerepe van, és szerintem a lelki életünk ilyen, ott nem releváns. Én érdekesnek tartom a kérdésedet. Igazából itt szerintem nem is a ChatGPT az a kulcspont. Tudnélik, van olyan szöveg, úgy hívjuk az első szavai alapján, hogy Didaké, amiről azt hittük, hogy elveszett ott valahol az első századokban, de a 20. században megtaláltuk levéltári anyagként, és tudjuk, hogy ott a korai időkben még a kánon kialakulásának a folyamatában az sok-sok helyi egyház szent szövegként, sugalmazott szövegként kezelte. Megtalálunk tehát, nem tudom én, jó másfél évezred múltán egy ilyen szöveget, simán be lehetne illeszteni a Bibliába, nem tesszük. Azért nem tesszük, mert fontos nekünk, hogy valahogy konkrétan az a kánon, az a szöveggyűjtemény, ahogy az a történelemben bejárta a maga útját, köt minket oda a Krisztus eseményhez, a kulcshoz. Tehát szerintem annyira jó a kérdésed, hogy ez a ChatGPT zárójelbe téve is megválaszolható. Bocsánat, egy fél mondatot még szabad ehhez. Tehát, hogyha ez elő is kerülne, akkor sem lenne szükség arra egyébként, hogy ezt hozzátegyük a Bibliához, mert egyébként az egyházi hagyományaink magukban, első hiszem, hogy reformátusként ilyet mondok, tehát, hogy egyébként a hagyományaink meg a liturgiánk azok magában hordozzák ennek a tartalmát. Tehát például ma tulajdonképpen az összes keresztény egyháznak a keresztelési rendje az valójában a Didakéból ered. Tehát a Bibliában másfélét találunk. Nem azt mondom most, hogy akkor ez nem biblikus, amit csinálunk, hanem azt mondom, mert hogy ezek az apostoloknak az ihletettség alapján írodott a Biblia is egy nagy része, hanem azt mondom, hogy az aktuális helyzetben ők ezt értelmezték valahogyan, de hogy ezt használjuk ma is az egyházi gyakorlatainkban. Tehát, hogy ilyen értelemben sincs igazából szükség erre. Köszönöm. Kettes számú kérdést szeretném hallani. Szól, hidd el, szól. A Böszörményi Nagy Gergelyhez intéztem a kérdésemet, hogy onnantól kezdve kezd az emberiség rezegni a mesterséges intelligenciától, mint a nyárfa levél, hogy a Deep Blue nevezetű sakk program nagyon megszégyenítő módon lealázta az első menetben Garry Kasparov sakknagymestert egy olyan játékban, ami már nagyon sok száz éve a nyugati civilizáció egyik meghatározó stratégiai játéka, hogy ezt nevezhetjük-e az ősbűnnek, mert már szó volt az ősbűnről. Na, akkor tegyük helyre ezt a sakk témát, az nem a nyugati civilizáció, az egy iszlám eredetű történet, közel-keleti eredetű valami, egyébként fantasztikus
játék. Nem, az ősbűn az volt, ami a Bibliában is van. Az volt az ősbűn. Én nem látom értelmét, hogy a mesterség és intelligencia kapcsán új ősbűnöket állapítsunk meg. Tehát a mesterséges intelligencia egy sokadlagos iterációja az emberi gyarlóságnak, de tényleg még egyszer hangsúlyozom, az elején említettem ezt, hogy ettől még izgalmas, vizsgálandó, és még az is lehet, hogy elkerülhetetlen fejlemény. Tehát nehéz ebben pontosan fogalmazni, mert egyrészt én az ősbűnhöz kötöm, tehát olyan technológiának tartom, ami az emberi, sajátos emberi képességek ellenében hat, és szerintem nem gyakorol jó hatást a kultúránkra. Ezzel együtt elképzelhetőnek tartom azt, hogy elkerülhetetlen volt a felbukkanása, és ilyen értelemben nincs értelme keresni, hogy ki a hibás, meg nem tudom, ugye a 60-as években volt az első AI láz, hogy ott akkor a melyik amerikai kormányzati kutatási programban kinek kellett volna megállt parancsolnia és nem kiereszteni a szellemet a palaszból. Nem gondolom, hogy ezek elkerülhetők, és amit az ember létrehoz, az ugye vannak, akik szerint a teremtés része. Én reformátusként hajlamos vagyok ebben hinni, egyúttal azt is gondolom, hogy ha baj lesz a mesterséges intelligenciából, akkor az volt az eredeti terv. Én halálosan nyugodt vagyok, ha valaki félreértett volna. Csak megvan véleményem erről a dologról. Szóval akkor a mesterséges intelligencia az a jó és rossz tudásának 21. századi fája? Bocsánat, most én is kérdeztem egyet. Én nem vagyok ilyen költői alkat, de szerintem szép, amit mondtál. Hármas számú kérdés, hölgyek ki az elsőbség, utána majd átmegyünk a túloldalra is. Így van, köszönöm szépen. Gergely, nem is tudom, mi törekvés szót használtál, ahogy küzdelem. Az lenne a kérdésem, hogy tud-e ez a küzdelem inflálódni úgy, hogy ugye annyira sok információs tudás keletkezik a ChatGPT által, hogy amik nem is mindig elkülöníthetőek az emberi produktumoktól, hogy amikor esetleg valaki csak és kizárólag ChatGPT általi tudást, illetve produktumot szűr át magán, és küzdelem révén lesz egy ténylegesen emberi produktum, hogy annak az értéke, az milyen helyi értéken kezelendő? Nagyon jó kérdés, és szerintem ez olyasmi, amivel fogunk a mindennapokban találkozni majd, mert nehezen lesz megkülönböztethető az, hogy honnan jön az eredetisége egy alkotásnak. Én viszonylag haszontalan, arhaikus gondolatokat tudok csak elmondani, és visszatérek a sakk témához. Gyerekkoromban találkoztam egy emberrel, aki egy vendégségben voltunk, és csupa ilyen csúcsértelmiségi volt jelen, valamilyen családi alkalom volt, és ott volt egy kicsit kevésbé szofisztikált, kinézetű figura. Emlékszem, hogy kicsit ápolatlan volt, és rosszabbul öltözött, és volt nála egy táska, és nem nagyon találta a helyét a társaságban, és megkérdeztem tőle, hogy többiekről tudtam, hogy mivel foglalkoznak, tanárok voltak, meg orvosok, meg művészek, és megkérdeztem, hogy ő mivel foglalkozik, szerintem én 8-10 éves lehettem, és elővett, kinyitott a táskát, és elővett egy sakkészletet. Egy kézzel faragott sakkészletet, és letette az asztalra. És mondta, hogy ő most az elmúlt egy évben ezt csinálta. És én ezt a fajta életpályát nem ismertem, ezt a iparos ember típusú világot, és nem értettem, hogy egy évig dolgoztál ezen az egy sakkész, az egy év, igen, egy évig faragta. És mondom, és most mit fogsz csinálni? Azt mondta, hogy ő most ezt el fogja adni. 10.000 forintért, 92-93 táján voltunk, tudjuk azt, hogy a 10.000 forint, ugye nem csak Károlytól tudjuk, hogy ez akkor nagyon soknak számított. Mondtam, de hát ki fog 10.000 forintot adni érte? Hát az, akinek ő elmondja, hogy ő egy évig dolgozott ezen. És én csak saját választ tudok adni a kérdésedre.
azokat a dolgokat, ha tehetem majd, biztos meg fogom fizetni, amik egyértelműen tisztán emberi alkotások. Legyen szó egy helyi termelőtől vásárolt sajtról, egy sakkészletről, vagy egy beszélgetésről, mondjuk, hogyha munkámban előfordul, hogy meghívunk egy okos embert előadni az egyetemre, vagy a Brainbar Fesztivál, és az ő tudását, személyes sztoriát, színpadi jelenlétét, mi egyebet, ami ő és autentikusan csak ő, szívesen ki fogom fizetni. Ahol zavaros lesz a dolog háttere, ott majd felteszünk egy-két keresztkérdést, és hogyha kiderül, hogy ezt igazából ő elbábozza csak, akkor azért nem fogunk fizetni. Nem lesz könnyű dolgunk. Szerintem nagyon jó a kérdés, és egyetértek, hogy ez kihívás lesz. Köszönöm szépen. Itt láttam egy kérdezőt. Igen. Sziasztok, Gattán Tamás vagyok. Én több mint 20 éve Ausztráliában élek, és AI-ban dolgozom, ami nem létezik. Tehát nincs mesterséges intelligencia. Én voltam az egyik legelső, aki Ausztráliában, Japánban ezzel elkezdtük az egészet, beleértve a Jeffrey Hintont, és aki ugye a 70-es években elkezdte a Neural Networks-et, az semmi más, mint matematika. Tehát semmi több nincs hozzá. Annyi, hogy a komputereknek, ugye, ahogy növekedik a memóriájuk, meg minden, annál többet tudunk elérni. De semmi több nincsen hozzá. Ez csak matematika, utána statisztikának hívták, aztán hirtelen data science-nek, utána, és mindig van egy hype, ez a Gartner-Görf szerint, ugye, hogy most ilyen Tableau-t csinálunk, most a Generative AI van, ami megjósolja, de én ebben az egészben nem hiszek, és én egy légitársaságnál dolgozom, a Qantas-nál, ami ugye nem engedheti meg magának, hogy lezuhanjon, soha nem zuhantak le, és hátra is hagytuk ezt az egészet az AI-jal, amíg ez tisztázódik, és ez a ChatGPT, ez jelenleg teljesen ugye nincs szabályozva, tehát használhatatlan, nem ad semmi értéket ahhoz, amit mi csinálunk. Én úgy gondolom, hogy megvan a helye, én nem akarom AI-nak hívni, mert szerintem nincs olyan, hogy mesterséges intelligencia. Nekem ez a, pedig én ebben a, ugye ezen a területen dolgoztam több mint 20 évig, de ez csak mimikája, amit mi csinálunk. Ennyi az egész. És csak annyit akarok mondani, hogy nem kell, nagyon sokan hisznek abban, hogy ez majd helye, mondjuk ebben van valami igazság, hogy sok szakmát helyettesíthet, ugye megírja előre az ilyen olcsó hirdetési szövegeket, meg elvesz munkahelyeket, meg ilyeneket, de a hosszú távon szerintem nem fog működni az egész. Viszont azt is kell mondanom, hogy mivel annyira Jeffrey Hinton maga, aki nem tudom, hogy ki ismeri, a Stanford University-től, a 70-es években találta fel ugye a Neural Networks-et, ahogy a agy működik, abból jött a Deep Learning, meg minden. Ő maga fölmondott a Google-től, és mondta, hogy az, amit ő elképzel, én ott voltam az előadásán Sydney-ben, és 6 éve még azt mondta, hogy szerinte 10 éve olyan lesz az intelligenciája ennek a artificial intelligence-nek, mint egy csótánynak, vagy egy patkánynak. Fölmondott a Google-től, és ugye azt mondta, hogy sajnos tévedett, mert hogy annyira gyorsan nő a komputereknek, ugye összekapcsolják ezek a komputereket, hogy sajnos ez lehetséges, hogy oda kerülünk, amit a Terminátor 2-ben láttunk. Tehát, hogy tanulnak egymástól, kiokosodnak, tehát, és a napokban volt egy cikk, egy másik, nem emlékszem a nevére, de ezt úgy hívják, hogy singularity, tehát, hogy 2030 előtt odaérkezhetünk, hogy ezt Jeffrey Hinton maga is egy ilyen több interjúban elmondta, hogy nukleáris háborút tudnak elindítani, azon kívül, hogy munkákat elvesznek, tehát ez egy veszély, de
de nem tudja helyettesíteni az alkotást, hogy az emberi alkotást, a vallást, meg a többi dolgot. Tehát mi Sydneybe a légitársasággal elhatároztuk, hogy nem megyünk, nem folytatjuk velük az utat, mert veszélyes volt, ahogy így észrevettük. Köszönjük szépen. Reakció tőletek? Hát én annyit mondanék, amit az elején megfogalmaztam, vissza idéznék magamtól. Oh, köszönöm szépen. Kapok még egy ilyet, aztán itt az egész estét végigbeszélem. Azt nem hagyom. Persze csak vicc. De hogy akkor valójában az a probléma a mesterséges intelligenciával, hogy nem tud valószínűtlen lenni. Jó, akkor köszönjük jó szépen. Mehetünk haza. Következő. Menjünk ide egészen balra hátra. Halló, sziasztok, Vörös Ákos vagyok. Csak az jutott eszembe, hogy a mesterséges intelligenciát egy kicsit félreértelmezzük, én úgy gondolom. Tehát ez nem csak egy valószínűségszámítás, hanem mögötte lévő adatok, az emberiség tudása, amit az internetről össze lehet ollózni. És ezt a tudást használjuk arra, hogy kinyerjük belőle a saját lényegünket. Tehát nem mi adjuk hozzá azt a lelket, amit hozzá kéne adni? Tehát tulajdonképpen rosszul kérdezünk tőle, ha rossz választ kapunk. Mert ha jól kérdezünk tőle, akkor olyan segítségekhez juthatunk, ami tényleg értéket tud növelni. Ez nem az, hogy egy teljes prédikációt megírni például, hanem mondjuk, hogyha rosszul fogalmazok, akkor ő átfogalmazza, és ellenőriznem kell az ő munkáját. Ez a te dolgod, hogy jól fogalmazza, és megtanul jól fogalmazni. Ez a dolgod. Ezt igen, ne bízd a ChatGPT-re. De tudunk belőle tanulni. És a másik kérdésem az, hogy nem lehetne, nem az a fontos, hogy hogyan oktatjuk ezt. Annak idején, amikor az autók megjelentek, a lovaskocsisok fel voltak háborodva. Most megjelenik a mesterséges intelligencia, fel vagyunk háborodva, de lehet, hogy azért, mert mondjuk nem tudjuk használni, vagy nem vagyunk eléggé okosak ahhoz, hogy ezt használjuk. Én nem vagyok fölháborodva, én egyfajta én középutat képviselnék olyan értelemben, hogy azért van meg az illúzió, például a ChatGPT felől, hogy itt valami módon válaszolni próbál nekünk, mert mi sokszor közhelyesen használjuk a nyelvünket. És megszoktuk, hogy ebben a közegben hát hogy kell ezzel bánni. Én azzal teljesen egyetértek, hogy itt semmi nem válik feleslegesé, ami a emberi minőséghez, kreativitáshoz, tudatossághoz, ha tetszik, a lélek megnyilvánulásaihoz tartozik. Viszont azt meg tudomásul kell venni, hogy nem működünk mindig ezen a magas, mindezeket a szellemi magaslaton. És azt a helyzetet, amikor például, én akkor hagyd térek vissza egy ilyen oktatós környezet példához, tehát amikor a szerencsétlen vizsgázik, mondjuk valamilyen szövegdobozos felületen, akkor azt, ami abban a közhelyes része, a kreatív nagy gondolatok nélkül, azt miért ne lehetne egy ilyen eszközzel kezelni? Például úgy, hogy ő neki egy kérdésre ne egy szövegdobozban kelljen monologizálni, hanem annak a, mondjuk annak a irodalomnak az ismeretében, amiről fölkészült a vizsgára, az a chatbot az elkezd vele beszélgetni. És utána méri is egyúttal, hogy milyen tárgyi ismerete van ott a gondolatmenet kulcspontjaival összefüggésben. Szerintem ez egy izgalmas lehetőség, hogy egy kicsit dialogikussá tegyük mondjuk ezt a vizsgahelyzetet, ott, amikor amúgy közhelyesek szoktunk lenni. Ezt egy tanár ugye hordozza ezt a terhet, amikor végighallgat mondjuk 20 vizsgát egy nap. Én szeretnék én is reflektálni. Szerintem fontos a bizonyos fogalmakat így rendesen használnunk.
és visszatérek az a hármashoz, ami előbb már elhangzott, és arra úgy, hogy újra és újra téged idézlek, csak az én értelmezésemben van az információ, a tudás és a bölcsesség. Van az információ az egy adat. Szerintem a tudás az az alkalmazott információ, a bölcsesség pedig az, hogy egy bizonyos információt valamikor nem alkalmazok. És szerintem ez az, amire például a mesterséges intelligencia nem képes. És ez az, ami az emberi faktor. Ez az, amiben az ember több, hogy tud nem alkalmazni dolgokat. Tud valószínűtlen lenni. Tud nem azon az úton járni, most nem erkölcsi értelemben értem, ami az egyértelmű lenne. Mert hogy ebből fakadnak, mondjuk ezért nem csak párhuzamos a világunk, hanem vannak benne görbék, ha egy kicsit művészi boldalra kanyarodok. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, amiben több egy ember, és ezért nem elengedhető ez, mert szerintem a mesterséges intelligencia valószínűséget számít, az nem tud emberi lenni. Én csak meg akarom erősíteni, mert elhangzott, szerintem mi nem vagyunk felháborodva a mesterséges intelligenciától, a kritikai megközelítés az nem felháborodás. És az a baj, hogy rossz példát mondtál, mert az autók kiválóan illusztrálják, hogy a technológiai ütés azért, mert új, meg népszerű, meg kvázi beépül, majdnem, hogy a közszolgáltatások között nem biztos, hogy jó. Visszamehetünk az autók példájához. Mi történt? Az autók akkor terjedtek el, amikor felfedezték nagy mennyiségben az olajat, és létrejött a technológia az olaj kitermelésére. Az autók elterjedése mögött nem autógyárak voltak, hanem az olajcégek. Az amerikai nagyvárosokról, ha megnézed a régi fotográfiákat, akkor látni fogod, hogy Detroitig bezárólag, ami az autógyártás mekkája, villamos vonalak közlekedtek. Vasútvonalak közlekedtek a városban. Az egy jobb élet volt. Aztán az olajcégek megvették a tömegközlekedési vállalatokat azért, hogy utána bezárják őket. Ez nem csak Detroitban történt, itt Budapesten is. Ez nyitotta meg a modernizációnak hívott 20. századi individuális közlekedés előtt a kapukat. Vitézi Dávid kiválóan tud erről beszélni. Ennek az eredménye, hogy az amerikai világkiállításon a 30-as években bemutatták az autópályák által szabdalt nagyváros vízióját, ami utána megvalósult a modern Los Angelesben, meg a Rákóczi úton. Ez nem jó. Lehet, hogy ma furcsa megkérdőjelezni, hogy biztos jó volt-e az, hogy konzervdobozokba zártuk magunkat, és alig tudunk, nem is tudunk visszaszokni a közösségi közlekedésre, de én azt állítom, hogy még ezt is meg lehet kérdezni. Még az internetet is meg lehet kérdezni. Nyugodtan kérdőjezzük meg. Gondolkodó emberek vagyunk. Az, hogy mindenhol ott van, az nem azt mondja, hogy nem lehet feltenni kérdéseket. Ez nem felháborodás. Visszatérve az általad alkotott mondatok kijavítására, én csinálok egy rovatot, egy könyves rovatot, minden héten írok egy könyvről, Mandinerben, és nekem lenne a legkönnyebb dolgom, ezt az egészet ki tudnám szervezni. Tehát megmondanám valamelyik ilyen szövegalkotó szoftvernek, hogy írjál egy 3600 karakteres recenziót erről a könyvről. Pont 6 másodpercembe kerülne elvégezni a heti melómat, amit minden más mellett csinálok még. Na de hülyébb lennék tőle. De biztos, hogy nem lennék okosabb tőle. De azt elolvasom, ezzel több leszek. Megtanulok évek alatt nagyjából normálisan összefaragni egy 3600 karakteres szövegtörzset, attól én több leszek. Az életem több lesz tőle, hogy én tudom, hogy mit rontottam el, nem megmondja a honlap. Nem nekem van bajom azzal, hogyha te a ChatGPT-től vársz visszajelzést, ez neked rossz. Ez neked rossz. Mert neked magadnak kell tudnod észrevenni, hogy miben kell fejlődnöd. Én ezt állítom, és ez a válaszom neked is, aki ugye azt mondtad, hogy az oktatásban, tehát egy jó tanártól, mentortól, tutortól szeretném hallani. Nem a ChatGPT-től. Az előbb még láttam kezeket. Köszönöm. Nekem katolikus szempontból jutott eszembe egy olyan dolog, ugye a katolikusoknál van olyan, hogy böjti fegyelem, hogy nem lenne érdemes az, hogy mondjuk, ahogy ugye most is ugye pénteken, hogy hústilalom, ennek mintájára bennem felmerült az, hogy
érdemes lenne egy ilyen okos eszközt, mint a katolikus böjti fegyelem részét bevezetni, tehát hogy mondjuk pénteken, ahogy tilos húst tenni, úgy tilos képernyővel rendelkező eszközöket meg internetet használni, és hogyha ilyet használunk, akkor azt ki kell váltani, mit tudom én. Ezt senki nem tiltja, hogy ezt kipróbált. Világos, csak hogy esetleg, tehát ugye az Anyaszentegyház az elő is ír böjti fegyelmet, tehát hogy ugye a hústilalom meg vannak a szabályai, hogy esetleg ez, én akár nekem tetszene is, hogyha ezt hivatalosan is előírna az egyház. Én is próbáltam hasonlót, szerintem ez jó, hogy ebben szabadok vagyunk. Ez valószínűleg mondjuk az érettebb nyugdíjas korosztálynak kevésbé izgalmas kihívás, amit mondasz. Tehát ilyen szegmentáltan gondolkodhatunk az életünkről. Bocsánat, ide egy technikai reflexió. Múltkor beszélgettünk, Magyarországi Református Egyház zsinata összeült, és valaki azzal érvelt, hogy azért ne soroljuk fel az összes dolgot taxatív, hogy mit tiltunk, mert úgyis jön majd egy következő, amit majd kitaláljuk, hogy attól mennyire jó lesz nekünk, és ez nincs benne a törvényben, tehát mindent szabad, ami nem tilos. Ha jól értem, erről beszélsz. Ez a digitális detox nevű történet egyébként nagyon csúnyán fogalmazva ki lett amúgy találva. Van egy Cole Newport nevű amerikai szerző, aki nem csak ő, de ő is elég mérhatóan foglalkozik a digitalizációnak az élettani hatásaival, és ő kifejezetten javasolja azt, hogy legalább egy nap digitális detoxot mindenki tartson, és még egy kicsit tovább mennék összekötve az előző témával, hogy ugye itt nem arról beszélünk, hogy elítélünk-e valamilyen magatartást, vagy nem, hanem hogy az egyénileg egyébként neked érdekedben áll-e a digitális függőségeknek a fiziológiai hatásaival, ideértve még a termékenységet is, masszív korrelációkat tárnak fel napról napra. Nagyon izgalmas tanulmányokat lehet olvasni például az Egyesült Államokban az amisok termékenységi adatai és a digitális eszközöket naponta használók termékenységi mutatói közti nyíló ollóról, ami egy kiváló illusztráció. Tehát egyház bevezeti vagy sem, azt nem tudom, de hogy neked egyéni szinten, vagy a családodnak családi szinten, vagy az iskoládnak iskolai szinten érdemes bevezetni, abba biztos vagyok. Köszönöm. Kövi kérdés. Egyenlőre próbálkozunk úgy, aki még nem volt. Sziasztok, jó estét! Kascsák Tamás vagyok, és csatlakoznék itt a korábbi Tamáshoz is a kérdésemmel, hogy költséghaszon tekintetében kiemelnétek-e 2-3 olyan dolgot, ami mellette, illetve ellene szól. Itt már elhangzott például az egészségügyben való használat, illetve akár az energia felhasználása. Mik lennének a legfontosabbak véleményetek szerint? Gondolkodom, hogy van-e harmadik terület, amit kiemelnék. Az energia hatékonyságot mindenképpen, és a gyógyszer, az egészségügyen belül is a gyógyszerkutatást, azt mindenképpen. El tudom képzelni azt, hogy van olyan védelmi ipari hasznosítása is, ami nagy mennyiségű, alacsony hozadott értékű emberi munkát vált ki, és a közösség szempontjából hatékony, tehát olyan védelmi rendszereknek a működtetése, amik háborús kitettség vagy terrorizmussal szembeni kitettség esetében hatékonyak, tehát el tudom kézni, hogy biztonsági szoftvereknél is ez egy legitim felhasználási mód. És a másik oldalon szerintem egyértelműen a kreatív terület magas hozadott értékű munkahelyei vannak, és az oktatás, tehát mondjuk a művészeti alkotások világa, ide értem a prédikációt is, mert az egy alkotás, és a másik az oktatás, ahol szerintem gyávák vagyunk, és nem
lihegni kéne a trendsetterek után, hanem ki kéne vezetni és be kéne tiltani. Nem vagyok ebben valamiféle ilyen magányos Don Quixote egyébként. Vannak a világon olyan intézmények, amik így járnak el, és én azt látom, hogy, hogy sikeresek benne. Tudok erről részletesen is beszélni, de nem akarom elvenni a szót. Egy olyan egészen egyszerű példa jut eszembe, hogy például egy olyan városnak a közlekedését, hogyha kicsit jobban szerveznénk, ahol sok a dugó, sok a torlódás. Mondjuk nem csak a GPS-ek segítenének optimalizálni, hogy hogy jussak oda éppen, ahova megyek, hanem mondjuk a közlekedési lámpák is, a forgalom érzékelő szenzoroknak a függvényében valahogy a város szintjén szerveznék a logisztikát, akkor előrébb lennénk. Tehát egy ilyen fajta előnyét mindenképpen el tudom képzelni. Hátránya az, hogyha a mesterséges intelligenciát természetes intelligencia nélkül használjuk. Én azért örülök, hogy így most harmadiknak maradtam, mert ezekkel alapvetően én is egyetértek. Azonban én nem neveznék meg még területeket, hanem hangot adnék annak a gondolatomnak, hogy ezek fontosak, de szerintem ebben egyetért, vagy én úgy látom, hogy azért alapvetően, ha a szélsőségektől eltekintünk, ebben úgy egyetértés van, hogy ezeken a területeken jó, hogy van mesterséges intelligencia, de valójában a mesterséges intelligenciával kapcsolatban felmerülő komolyabb kérdések nem ezeket a területeket érintik, hanem azokat a területeket, ott van vitából talán, ahol igazából az emberi faktort, ha szabad így fogalmazom, a lélek faktort, és most nem teológiailag értem, hanem az ember emberségét meghatározó valamit, ott próbáljuk felváltani ezt mesterséges intelligenciával, és ez már a művészet kérdése, ez már a hitélet, vagy a prédikáció, meg stb. A kérdése. Tehát, hogy, és ez már egy neccesebb kérdés, és itt szerintem meg ez hátrány, hogyha itt az embernek az emberségét meghatározó feladatokat próbáljuk átrakni mesterséges intelligencia feladatkörbe. Köszönöm. Matyi? Bocsánat. Ja, bocsánat, sziasztok itt. Akkor majd a következő, csak ne bújjatok a fa mögé, mert nem látom a fától. Igen, az erdőt. Próbálok kibújni. Én egy kicsit a jövőbe szeretnék kitekinteni. A mesterséges intelligenciáról erről eddig úgy beszéltetek, mint a jelenleg rendelkezésre álló szoftverek, algoritmusok, egyébekről. Engem az érdekelne, hogy mi van, hogyha egy olyan mesterséges intelligenciát teremt az ember, ami ténylegesen tükrözi az embert, hiszen a Biblia is tartalmazza, hogy Isten az embert maga képére teremtette. Vagyis itt teremtőként lép föl az ember, és megteremti ezt a mesterséges intelligenciát, ami egyénként is tekinthető, és egy saját világot is teremt neki, amivel lényegében alátámasztaná a szimulációs elméletet, vagyis hogy mi is egy szimulációban élünk, hiszen mi is egy mesterséges intelligenciának vagyunk leképezései. Szerintem a mesterséges intelligencia veszélyei között egy pontosan az ember intelligenciájának megfelelő intelligencia létrehozása, az nem nagyon szerepel elől. Tehát szerintem erre nagyon kevés esély van. Pontosan azért, amivel kezdtem, hogy az emberi intelligencia természetét, struktúráját nem értjük. Viszont van egy másik veszély, ami egészen más természetű, és abszolút valós, és a jövőben mutat, ez pedig az, hogy tehát két része van. Az egyik az, hogy a mesterséges intelligencia ugye elkezd új intelligenciákat létrehozni. Tehát az első olyan technológia, ami képes reprodukálni, multiplikálni magát. Ez elég egyértelmű, hogy elválasztja ezt a technológiát a korábbi ipari forradalmaknak a innovációitól. És ezzel összefüggésben a veszély az, hogy nem fogjuk érteni a működését. Ma még a mai AI-nak hívott
eszközöknek jó részt értjük a működését, eljöhet egy olyan fázis, évtizedes, néhány évtizedes távlatban, hogy a fejlesztői, a tulajdonosai, a fenntartói, és természetesen a használói nem fogják érteni, hogy hogyan működik. Szerintem, és ez visszautal a Bábel-torony típusú hasonlatra is, ebből nem szokott jó dolog kisülni. Vannak olyan megközelítések, amik szerint már a 2008-as pénzügyi válságot is nagyon jelentős részben az idézte elő, hogy a Wall Street-i szoftvereket nem értették. A főnökök nem értették, hogy mit csinálnak az emberek, akik nem értették, hogy hogy működnek a szoftverek. Nem értek a területhez eléggé, hogy megítéljem, hogy ez igaz volt-e, de az elég egyértelműnek tűnik, hogyha nem értjük, hogy mit csinál az eszköz a kezünkben, akkor biztos, hogy nem mondhatjuk el azt, hogy mi uraljuk. Tehát én nem egy emberrel egyenlő AI-t látok veszélynek, hanem egy egészen másfajta AI-t, amit egyébként nem értünk. És ezért nem is tudjuk uralni. Az ember az Isten képmása témával is foglalkoztam. De erről most nem fogok sokat beszélni. Alapvetően ez abban jelenik meg, az Isten képűségünk, hogy az én értelmezésemben, tehát hogy ez már a kutatáson túlmutató egy értelmezés is, hogy történeteket mesélünk, hogy tapasztalatokat adunk tovább. És ez abból fakad, hogy az Isten elkezdett velünk beszélni, és megadta annak az ajándékát, hogy mi válaszolhatunk erre. Tehát ennek a következménye, nem bontom ezt részletesen ki, TDK-ztam ebből, meg OTDK-ztam, de hogy az, hogy az Isten megszólít minket, az annak a láncolatnak a vége az, hogy az embernek az Isten képűsége az abban áll, hogy az Istennel kapcsolatban van. És az Istennel való kapcsolatból való elszakadással megromlott ez az Isten képűség, de például a beszédkészség az, hogy történeteket, tapasztalatokat át tudunk adni egymásnak, az egy ennek a kapcsolatnak, az eredeti kapcsolatnak egy megmaradt részlete. Mesterséges intelligencia. Ez azért fontos szerintem, mert ahhoz, hogy egy mesterséges intelligencia új mesterséges intelligenciát tudja létrehozni, szerintem, ez nincsen erre tudományos kutatás, ez az én véleményem, elengedhetetlen az, hogy a mesterséges intelligencia az öntudatra ébredjen. Tehát úgy tudok alkotni valami újat, hogy én tudom, hogy én alkotni akarok valamit. És szerintem ez nem tud megvalósulni, de azt is mondhatnám, hogy nagyon remélem, hogy nem tud megvalósulni. Matematikai számításokból ez nem tud létrejönni. Tehát, hogy szerintem ehhez kell az, amit a Biblia úgy nevez, hogy az élet leheletét lehelte az orrába, hogy elkezdett beszélni vele. Ha belegondolunk, a mesterséges intelligencia is úgy működik, akkor húzok itt is egy pár huzamot, hogy ahhoz, hogy ő információt tudjon nekünk adni, ahhoz nekünk föl kell tenni egy kérdést. Tehát, hogy magától nem... Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ő önmagától elkezdjen információkat adni, ahhoz neki kell egy öntudata, ami dönt arról, hogy én információt akarok adni. Igen, ebben nem vagyok ilyen optimista, tehát szerintem ez elképzelhető, hogy létrejön. Annál is inkább nem tudjuk pontosan, hogy mi az öntudat. Ez kapargatja a tudomány ennek a felszínét, és itt lesz fontos Rab Árpádnak a mondása arról, hogy észrevesszük-e, amikor valami megtörténik. Az, hogy öntudatra ébred-e valami, azt nem biztos, hogy észrevesszük. Főleg, hogyha egészen más típusú intelligenciáról van szó. Ugye az ember az antropomorf gondolkodása miatt a saját magához hasonlatos formákat keresi mindenhol, vagy mindenben, és emiatt sokkal nehezebben ismeri fel az egészen eltérő típusú intelligenciát, pedig nagyon izgalmas intelligenciák vannak az emberen kívül. Említettem korábban, ilyen a növényi intelligencia is, tehát például az erdőkben a fák közötti együttműködés, amiről egyre izgalmasabb dolgokat lehet olvasni. Mindenkinek ajánlom a Bölcserdő titkai című könyvet, ami a fák föld alatti gombahálózatokon keresztül történő kommunikáció erről szól. De most a legutóbb olvastam egy könyvet a méhek agyáról,
egy új könyv, és egészen elképesztő dolgokat tudtam meg belőle arról, hogy annak ellenére, hogy mennyire apró agya van egy mértnek, milyen komplex viselkedésformákat tud követni, és hogyan tudja koordinálni közösségi szinten a saját működését. Ezek nem evidensek az ember számára, mert az ember azt gondolja, hogy az intelligencia az, amikor vele szemben áll egy okos ember és mond valamit. De többféle intelligencia lehet. Én nem zárom ki, hogy lehetséges a növényi, az állati mellett, az emberi mellett gépi intelligencia is, ami egész más lesz, mint a miénk, és szerintem veszélyes, mert semmilyen logikai vektor nem mutat abba az irányba, hogyha ez létrejön, akkor mi ezt uralni tudjuk. Tehát szerintem ez egy veszély. Egyébként a szimulációs elmélet, az egy, szerintem ez egy bulvár probléma. Szimulációban élünk, és ez változtat, most máshogy mész haza, vagy hol? Hívhatjuk szimulációnak is. Nekem rendben van. Az erkölcsi tanítás ugyanaz. Nem veszi el a tétjét a cselekedeteinknek, meg a mindennapjaink az, hogyha egyébként van egy, hogy ez egy szimuláció, hát akkor szimuláció. Hívhatjuk így. A vacsoránál már poénkodtunk róla, de ez alapján Jarvisból egyszer vízió lesz? Hát, ha két Marvel szereplővel hadonáztam itt a nálam hosszabb ideje fiatalok közül, nem biztos, hogy mindenki akkora rajongója a Marvelnek. Én lehet, hogy nem emlékszem jól, de nekem az rémlik, hogy a történet szerint Jarvis elpusztul, és kipusztul? Igen. És hogy a vízió, az kiből lesz? Az valami új program, amit ő megírt. Tehát, hogy azért, mert van teste, vagy fizikai valósága, vagy mi a különbség most a kérdésben a két szereplő között? Technikailag, gyakorlatilag, ha jól emlékszem, víziónak már vannak érzései, és ezért nem öli meg őt Amerika kapitány. Legalábbis ezt olvastam a múltkor a Marvel rendezőjétől. Jó, a kérdés most teoretikus. Ennél értelmesebb kérdése van-e valakinek? Jó, akkor egy nagyon rövid reakciót, jó? És nagyon rövidet, de mikrofonba. Egy másodperc türelmet kérek, meg egy mikrofont. Igen. Egy tő mondatban, vagy kettőben. Jó. Elnézést, de a második úr, aki onnan ül, nem tudom a nevét, de nagyon egyetértek vele, nagyon sok mindenben. Szerintem egy nagy veszély van, hogy a gépek sose lesznek olyanok, mint mi, tehát nem fogunk hinni bennük, meg semmi, de egy nagy veszély van rá, hogy tovább képzik magukat, de soha nem lesz az, hogy bennük higgyünk, mint egy Istenben, de a jövő az megjósolhatatlan, ahogy ezt sokan megjósolták elmúlt pár hónapban. Én nagyon egyetértek az úrral, aki ezt felhozta. Ennyi. Én azt szeretted, hogy jó, de hogyan definiáljuk azt, hogy hiszünk benne, mint egy Istenben? Tehát, hogyha a mesterséges intelligenciától várjuk azt, hogy az majd megoldja, hogy örök életünk legyen, meg a mesterséges intelligenciától várjuk majd azt, hogy egzisztenciális biztonságunk legyen, akkor most értem ezt a fejrázást, de hogy mi a két, a bizalom, vagy azzal való élés, meg a hit között a különbség? Tehát, hogy én azt neked gondolom, hogy ezt nem kell, tehát, hogy én rosszul vagyok attól, amikor elspiritualizáljuk a hit kérdést. A hit az bizalom. Az életünk minden területében mi az, amiben bízunk. Kitől várjuk hogy az életünk biztonságban van, kiben bízunk, akár emberekben, akár Istenben. Tehát, hogy... Köszönöm szépen. Azt mondták, hogy itt van egy kérdező a bal kezemnél. Bocsánat, Matyinak megígértem a mikrofont egy negyed órával ezelőtt, és utána adom tovább ide. Igen, már tulajdonképpen lelőttétek a pontot azzal, hogy megkaptam a sört, mert azt a kérdést tettem volna föl, de most akkor felteszem, képzeljük azt, hogy nincs itt ez a sör, hogy képzeljük el, hogy Gábor helyén most a mesterséges intelligencia ül, nevezzük mondjuk Skynetnek, tök mindegy,
és ő határozza meg az S szabályot, és a kérdezés és az ital megkapásának a szabályt. Ha megkérdezem a mesterséges intelligenciától, hogy kaphatok-e egy sört, akkor ő megítélne egy sört nekem. Ne kérdezd meg. Majd utólag bocsánatot kérsz tőle, hogy megittad. Jó, igen, most ez annak a fényében, hogy tudod, hogy megkaptam a sört, és már elkezdtem inni, de akkor fölteszem a másikat, mert ez tényleg most már ilyen félkérdés volt. Elhangzott ott az, hogy a mesterséges intelligencia azért nem tud prédikációt tartani tulajdonképpen, mert Isten szava az ember által tud megszólalni. Viszont nekem van egy ismerősöm, aki egyszer lelkendezve mesélt arról, hogy a gyülekezetének végre hívő lelkésze van. Ebből az derül ki, hogy előtte egy olyan lelkész volt, aki szerintük nem volt hívő. Tehát, hogyha egy nem hívő ember beszél a Bibliáról, akkor az prédikáció, és megszólal Isten szava, vagy nem szólal meg. Én óvakodnék azoktól az emberektől, akik azt állítják, hogy ők tudják, hogy valaki hívő, vagy nem hívő. Tehát ez az első reakció erre. Tehát, hogy na, lépjünk ezen túl. A másik dolog, azt gondolom, hogy ez két oldalú. Egyik az, hogy én akarok, szeretnék prédikálni, elmondani valamit Istentől, és bízom abban, hogy az Úristen ezt megáldja, és ő szól azon keresztül. De ezen túl az is előfordulhat, mert ez az Istennek a kegyelmének a része, hogy egy nem hívő emberrel beszélgetsz, és azon keresztül megszólít az Isten. Tök simán benne van a történetben. Tehát, hogy, és pont ezért én nem is nagyon keretezném le, hogy akkor milyen formákban szólalhat meg. Természetesen az a legszerencsésebb helyzet, hogyha azért a szószéken csak olyan lelkész áll, aki valójában hívő, de kik vagyunk mi, hogy ezt megítéljük. Tehát, hogy én elvégeztem a teológiát, akármilyen furcsa, azért az hat éves képzés az nagyon-nagyon sok. Sőt, előtte van egy két év, ami a konfirmációtól kezdve nem is engedik meg, hogy elkezd a teológiát. Tehát azért, ha azt nézzük, az egy 8 éves folyamat, alsó hangon. Azért itt ki szokott jönni a 6 év alatt, hogyha valaki tényleg nem hisz az Istenben, és nem hiszi azt, hogy erre hívta el az Úristen, akkor ő nem fogja végigcsinálni a 6 év teológiát. Ezt azért mondom így, mert erre vannak is példák, hogy valaki útközben azt látja, hogy például neki nem ez az útja. Tehát, hogyha nincs ebben szilárdság, akkor az ő nem fogja végigcsinálni. Nem kerül oda. Akkor itt balra, bocsánat. Én még visszatérnék arra a részre, amikor Gergő felvetette egy pillanat erejéig, hogy hogyan ne legyünk magányos Don Quixoték ebben a küzdelemben, mert hogy tulajdonképpen egy mérhetetlenül individualizált, közösséghiányos társadalomban élünk. Ezt nem csak úgy mondjuk, mint egy közhely, hanem nap mint nap megtapasztaljuk fiatalok is. És ezzel egyidejűleg meg igenis ott van az a létező elvárás, akár a munkaerőpiacon, akár az oktatásban tanulva, hogy ha nem veszel ebben a divatban részt, akkor lemaradsz, akkor versenyhátrányod lesz. És azért az átlag ember, bár ugye ilyenről is most hogyan beszéljünk, de mégis egy átlag ember alapvetően nem szabad gondolkodó a mindennapjaiban, hanem igenis kötöttségei vannak, és valahogyan érvényesülnie kell. Tehát, hogy szerintetek hogyan tud, hogyha a privát életben nemet is mond a mesterséges intelligenciára, de a hét többi 6 napján hogyan tud együtt élni ezzel jó módon, úgy, hogy közben mondjuk nem amis, tehát nem egy elzárt közösség része. Én szerintem az egy hazugság, hogy a mesterséges intelligenciától lesz boldog az ember élete. Tehát, hogy ez egy részlet, amelyel élhetünk, vagy nem élhetünk, az egy dolog, de az élet sokkal több ennél. Tehát, hogy nem attól, mert valaki, de közben meg kérdés, hogy tudjuk-e egyáltalán nem használni, mert csak használjuk a GPS-t a kocsiban, meg, tehát ne csak arra szűkítsük le ezt a kört, hogy beszélgetek a ChatGPT-vel, vagy nem. Tehát, hogy azért az életünk legtöbb területén ott is használjuk egyébként a mesterséges intelligenciát, ahol nem is gondolnánk, de, mert hogy nem nincs így felhájpolva. De hogy szerintem ez azért, ha azt várjuk el, hogy majd
itt mindig tartsuk a szintet, akkor az egy ilyen megfeleléskényszerbe vezet, az egy tök boldogtalan életbe vezet. Tehát, hogy szerintem lehet erre azt mondani szabadon, hogy nem. Mert hogy nem ettől függ sem az önértékelésünk, sem a boldogságunk. Persze vannak, akik ránk akarják ezt tolni, különböző körök. Bocs, adjuk vissza a mikrofont. Egy picit segíts nekünk, hogy mikrofon. Nem a boldogságot teszem ezt függévé, hanem az egzisztenciánkat. Tehát pénzből élünk, akármennyire is nem akarunk racionálisak lenni, és hogyha amikor azt látjuk, hogy már napjainkban hát több tízezer amerikai forgatókönyvírónak az állása volt, és van veszélyben, mert mesterséges intelligenciával irattatják meg akár a újabb és újabb Netflix filmeket, és a többi, vagy akár Magyarországon, én rádióban dolgozva látom, hogy van olyan egyetem, ahol már maga az intézet igazgatója mondja el, hogy a mesterséges intelligenciát úgy is használják majd vizsgázáshoz, meg tanulmányaikhoz a diákok, akkor inkább tanítsuk mi. Tehát amikor egy ilyen, ennyire már a rendszer része, akkor mondhatunk-e valahogy nemet? Szerintem igen. Én azt hiszem, hogy értem, hogy miről beszélsz, tehát van egy konformista nyilvánosság, ideértve vállalatokat is, munkáltatókat is, ahol az aktuális divat mögé mindig be kell állni. És hogyha te ilyen cégeknek vagy intézményeknek dolgozol, akkor nagyon furcsa ilyen népszerűtlen álláspontot felvállalni mondjuk társaságban, hogy te nem gondolod azt, hogy a mesterséges intelligencia forradalmasítja az életünket. De nagyon jó volt a példa is, és onnan vezetném le a válaszomat abból a példából, amit mondtál a forgatókönyvírókra. Az amerikai forgatókönyvírók a saját sírjukat ásták, mert szarabbnál szarabb filmeket generáltak évtizedeken át. Bocsánat a kedves Marvel hívő kollégától, de a Marvel az amerikai és az egyetemes kultúra mélyrepülése. Tehát az, hogy a véget nem érő Marvel folytatásokban merül ki Hollywood, miközben Hollywood nagyszerű alkotásoknak is a keltetője volt néhány évtizeddel korábban, ez egy mélyrepülés, kulturális stagnáció. A forgatókönyvírók értékel azt, hogy ma már azt gondolják a producerek, a stúdiók, hogy egyébként a munkátok, kedves forgatókönyvírók kollégák, kiváltható. Ők értékel. És ugyanebből fejteném vissza a válaszomat is, és tudom, hogy kicsit ilyen arrogánsnak fog hangzani, de mégis ezt mondom, hogy legyél elég jó ahhoz, hogy ne tehessék meg, hogy a véleményed tőle függetlenül alkalmazzanak téged. Van egy Naval Ravikant nevű indiai-amerikai vállalkozó, pont most írtam a könyvéről múlt héten, aki egyébként magáról a networkingről, mint tevékenységről is ezt mondja, és szerintem amiről te beszélsz, ez közel van ehhez, tehát a szociális, a társadalmi tőke, hogy nem leszel szegény társadalmi tőke tekintetében, ha népszerűtlen álláspontokat képviselsz, úgyhogy legyél elég jó abban, legyél annyira jó benne, hogy ne tehessék meg. Ő azt mondja a networkingről, hogy a networking az egy messze túlértékelt tevékenység, mert ha elég jó vagy, akkor muszáj, hogy használjanak téged. Nem azért fognak használni, mert te ott voltál a fogadáson csütörtökön, és ezért így felül van a szívid a fejükben. Ugye? Tehát ugyanez, tehát érd el azt, hogy gondolj bármit is a mesterséges intelligenciáról, te annyira jó vagy, hogy ne tehessék meg, hogy ne vegyenek be téged a következő projektben. Ennél jobb tanácsot nem tudok adni, és szerintem ez lehetséges. Köszönöm szépen. Kérdést látok. Igen. Mi vagyunk olyan szerencsések, hogy még emlékszünk a ChatGPT-t, talán valaki még az internet előtti világra is, úgyhogy kell egy kis empátia a kérdéshez, de nekünk ezért fura, amikor azt említettétek, hogy a ChatGPT-t isteni attribútumokkal ruházzuk fel. De mi van azzal a 20 év múlva öntudatára ébredő gyerekkel, akinek a ChatGPT az sajnos normális, akinek a virtuális valóság sajnos normális, és aki bízik a virtuális világban és a ChatGPT-ben, és ugyanúgy tud beszélgetni a ChatGPT-vel, ugyanúgy nem látja, ugyanúgy nem tudja, mint esetleg nem tudja és nem látja Istent, hogy ott mit tud az egyház kezdeni majd? Kérdés, hogy ezt meg lehet-e válaszolni, hogy ne legyen isteni attribútum a felruházva a ChatGPT, vagy a ChatGPT-nek a következő generációs
pittyputtya. Ki mielőtt a nálam sokkal szakavatottabb kollégák válaszolnak, kérdeztek, hogy miért az egyháztól várod ezt? Ez a család dolga. Ez a dolga a családnak. Valószínűleg azért, mert én a családomtól nem kaptam meg, és most az egyháztól. Értem, már. Értem. De arról beszélek, hogy rendben. De arról beszélek, ugye egy fiatal, egy jövőben született pár, ha jól értem, egy nem tudom, 5, 8, 10, 12 éves gyerek szempontjából kérdezted ezt. Az, hogy ő a ChatGPT-vel beszélgette, vagy az édesapjával, hogy ismer-e, tudja-e, hogy merre kell keresni Istent, vagy azt gondolja, hogy a képernyőbe kell keresni, ez azért alapvetően a csa... Tehát leszoktunk arra, azt, hogy mindent intézmény, ez egy ilyen 20. századi technokoncepció, hogy mindent intézményektől, az államtól, az EU-tól, az alapítványtól blablabla várunk. A családban kell megteremteni azt a helyzetet, amiben egyértelmű a gyereknek, hogy mit honnan vár. És mellette amúgy szerintem digitális detoxra is kell vinni, de ez egy egyéni szülői döntés. Bocsánat. Kettő részre reagálnék. Az egyik az, hogy nem, ha jól emlékszem, akkor nem azt mondtam, hogy a ChatGPT, remélem, hogy nem azt mondtam, hanem hogy a mesterséges intelligencia. Ez alatt azt értem, hogy kitől várjuk azt, hogy például örök életet ígérjen, vagy kitől várjuk azt, hogy az életünket egzisztenciálisan biztonságban érezzük. Szerintem ezt nem akarom tovább magyarázni, mert erről egyébként sokat beszéltünk talán ma. A másik, ami a kérdés az, hogy az egyház mit tud tenni. Hát nem az egyház tud tenni, hanem az Úristen. És azt gondolom, hogy a kettő között az a nagy különbség, hogy a ChatGPT például, ha példának hozzuk, akkor az egy üres valami, ahogy elhangzott ma. Az nem tud életet olyan értelemben megváltoztatni, nem tudja formálni a világot. Amikor az Isten megszólal, az egyszerre, ha szabad így fogalmaznom biblikusan, az egyszerre szó és tett. A Héberben, amikor arról beszélünk, hogy Isten megszólal, az egyszerre jelent tettet és szót. Nagyon fontos, hadd mondjam el ez a reklámhelye, hogy a 2024-es év az élő ige éve lesz a Református Egyházban, amelynek egyébként én vagyok a projektvezetője. És ez azért nagyon fontos, mert azt akarjuk üzenni ezzel, hogy az nem csak szó, abban tett van, az Istennek a szava megmozgatja az embert, megmozgatja a környezetet, kimozdítja a valóságot, és egy egészen más területre helyezi. Tehát, hogy amíg a ChatGPT az csak szó, és egy üres valószínűség számításon alapuló szóváltás, addig az Isten szava mögött ott tett van, ott amíg velem beszél az Isten, addig lehet, hogy más szívét elkezdi formálni úgy, hogy majd amikor én beszélek vele, akkor ott formálódjon valami. Tehát, hogy ott cselekedet van az Isten szava mögött, a ChatGPT mögött meg igazából lufi van, vagy nincsen semmi. Én ezt gondolom. Én is két ponton reagálok, talán ezek úgy kiegészíthetik egymást. Tehát amikor van egy új helyzet, és annak bekerülünk az erőterébe, akkor szerintem úgy tudok szabad lenni, hogy kerülöm a vadreakciókat, a nagy amplitúdóval elérhető szélsőségeket. Tehát a ChatGPT-hez úgy is lehet rosszul viszonyulni, hogy párbeszéd képtelen radikalitással tagadom, hogy itt valami történt, amire érdemes odafigyelni. Úgy is lehet hozzá problémásan viszonyulni, és ebben úgy tűnik, hogy így nagyjából együtt gondolkodunk, hogyha az ember így túl magasra teszi a tekintélyét, és akkor túlzottan rosszul pozícionálja, hogy kell rá odafigyelni. A szabadságomhoz az a kulcs, hogy valahogy olyan mélységben megismerjem, hogy utána önálló véleményt tudjak róla formálni. Egyik. Másik dolog, hogy itt ilyen disztópiákról is volt szó, meg egyáltalán a jövőről gondolkodtunk, és ez így izgalmas. De azért ugye ez a Nobel-díjas Niels Bohrtól jön, hogy jósolni mindig nehéz, de különösen akkor, amikor a jövőről van szó.
Tehát én szerintem, ahogy itt most tavaly decemberben volt egy ilyen izgalmas fordulat, ami azért minimum annyira érdekes ez, hogy beszélgetünk róla. Itt azért szerintem várható, hogy még egy-két ilyen meglepetés lesz akár a közeljövőben is, tehát ezért nem érdemes túl messze extrapolálni. Ami mutatja azt, hogy azért még nagyon a kezdetén vagyunk a sztorinak, és épp tegnap olvastam egy ilyen történetet, hogy valaki mély depresszióban, hát nyilván a magányát oldva elkezdett beszélgetni konkrétan a ChatGPT-vel, és a rendszer annyira empátia nélkül kezelte ezt a beszélgetést, hogy végül az illető öngyilkos lett. Ez most egy friss történet, európai történet. Szóval itt akkor van egy olyan technikai hiba, hogy fékeket is be kell építeni egy ilyen rendszerbe, pusztán ezeknek a veszélyeztetett szereplőknek a védelmében. Erre hadd mondjak annyit, hogy ez úgy bennem van, hogy elmondjam. Hogyha egyedül vagy és nincs kivel beszélgetned, akkor beszélgess Istennel. Nem csak azért, mert látjuk, hogy más dolgoknak azért van elég negatív kimenetele is, hanem azért is, mert például az imádságon keresztül közelebb kerülhetsz magadhoz is, meg az Úristenhez is. Sokkal jobban működik, mint a ChatGPT. Ha ezt így el tudjátok vinni magatokkal, én már boldog vagyok. Köszönöm szépen, és most ezzel zárjuk a mai beszélgetésünket. Tudom. Én nekem egy örömteli feladatom van még, illetve kettő. Az egyik az az, hogy szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy 2023. december 4-én találkozunk ezen a helyen, ebben a naptári évben utoljára. Itt már szó esett arról, hogy ki tart kit, vagy én tartom a kütyüt, vagy a kütyű engem. Pontosan ezt a témát fogjuk körbejárni. Azzal a kérdéssel, hogy mindenki függ valamitől. És erről a témáról Balogh Zoltán református lelkipásztort, Fazekas György római katolikus papot, valamint Kovács András Pétert lehet majd faggatni december 4-én 19 órakor ezen a helyen. Én pedig szeretném megköszönni Böszörményi Nagy Gergelynek, Kovács Bendegúznak és Bagyinszky Ágostonnak, hogy itt voltak ma velünk, ránk szántátok az időtöket. Isten pótolja ki ezt nektek, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a meghívást!